Nem sikerült kettő pálya alatt dűlőre jutni, a felek elhozták az enemy-nek a mappikét, ami számomra inkább a legelső pályán volt furcsa, mert megmondom az őszintét, hogy mindenre számítottam, csak egy 13-2-es Mongoz Anubis győzelemre nem. A második mapon viszont az Itána fejre azért vissza tudott bőven csatlakozni a mérkőzésbe, 13-8-ra zárták ezt a mirást egy győzelemmel. És megérkeztünk arra az infernóra, amit tegnap kipittyelt amúgy a Vitality ellen a Mongoz, és nem játszottak rajta rosszul, meg volt a lehetőségük is a győzelemre, ugyanis hoztak az overtime első fénylejében, azt hiszem 3 kört, onnantól viszont vissza tudott csatlakozni a Vitality a mérkőzésbe, és meg is nyerték. Viszont az Itána fejernek meg egy híresen jó mapja ez, úgyhogy itt tényleg bármi összejöhet. Mint egy jó decideren, nem? Nagyjából ez a megfogalmazása, és egy jó inferno azért eléggé finom tud lenni, hogyha két oldalú. Reméljük, hogy azért az Itána feje nem gázol át a Mongolszon annyira egyszerűen. Hát már is 3 banánban, ugyebár csak a Soki mongolszos játékosok közül, és 2 B-védő. Tehát a setup az, hogy 3 banán, 2 B-n. Ez majd mennyi utility van? Nem sok. Hát a de, azért a mongolsznál van. Na lássuk, sikerült leoptizni. Ez a négy nem volt olyan vészes, de végül nem talál senkit összesen. És egyelőre nem mernek tovább menni a rakó felé. Inkább rohanganak banánon. Nem sok info van, max annyi, hogy valaki dobál granátokat ugyebár a B-rakóról, ami eléggé várható. Szépen le lehetett füstölni mind építkezést, mind pedig a CT-t. Itt nem olyan különböző, csak hogy a bejárat is levar, és itt pedig a megvan az entry, Voxit meghal. Felix viszont ugye lőni, és megvan az info, hogy ezek bizony ára mennek, és onnan kéne átrolni, hogy ez csak egy bait volt Bane, miközben már jó pozícióban érkezhetnek könyvtárt felől, és Felix ott le is lövik, Vicardia marad egyedül a védő közül, de rohannak át a többiek B-ről, hát ha még átérnek. És ha jól látom, akkor Centeres hogy talán időben is érkezhet meg Gunfire-ből, és keveredik rögtön Technoval, akit viszont nem csak ellőnik. Centeres közben befejezi Senzu. Még mindig bent van egy védő a rakónál. Fentről táncol Vicardia, de nem sikerül egyébként RK-ről végül csodát véghez vinni, viszont Majornek hagyott egy kis időt, hogy ideérjen, és őre nem biztos, hogy számítanak. Techno viszont most meglátta, megvan az információ. Nem bombavált, hogy bőven lent van, Senzu végül őt is ellövi, és ott ad kifele a keze kilógó ellenfelet is le lehet eszedni. Húha. Megint egy hullámvasút volt amúgy ez a kör. Egyszer egyik oldalnak kedvezett, utána a másiknak, és számomra egy kicsit fura volt ott a rakós játékosnak a timingja. Ez tudott ugye nyitni, ez a box is sok minden nem tudott kezdeni, és itt Kalixon egy gyönyörű válasz, és talán ő volt, aki egy kicsit kellemetlen helyzetbe szorult. Tehát figyelnie kellett mind rövidre, mind pedig hosszra, és amint megpillantott a hosszús játékost, elfordult rövidre. És utána meg szerintem pont hosszúról lőtték hátba. Egy kicsit kellemetlen volt így ez a timing, a Mongolsz pedig a legelső kör után használja egy időkérést. Lehet nem akarják. Itt, lehet, hogy tudják, hogy most itt force következik. Az Itána fejlőt és ezt nem akarják. Igazuk is van. Hogy elbukni, vagy ezt nem akarják elbukni. De itt az elmúlt napokban beszéltünk pár kollégával, hogy az Inferno gyakorlatilag jobban kedvez a támadóknak így a moló változtatások óta. Úgyhogy lehet, hogy ezért használnak itt el instant egy időkérés, mert ez az oldal, amit jobban meg akarnak ragadni itt a mongolok. Azt mondod, hogy a támadón kell gyorsan megnyomni, hogy legyenek finom körök, és utána majd CT-ből kiszenvedni, hogy meg legyen. Van benne logika, mindenféleképpen. Meg ugye ne felejtsük el, hogy azért elég nagyok a távolságok, és nem is könnyű ritékelni a B-t, hogyha megszerzik, ugye. Köszönhetem annak, hogy gyakorlatilag 2 füsttel le lehet kezelni. Vagy építkezést is beleszámolod. És megint B-támadás. Ezúttal viszont teljesztek, mindenki ott van, senki nincsen állni, lehet, hogy még be is mennek, és a Voxig le tudja lőni az ellenfelet. Egyelőre nem sikerül, már ilyen a rotálás, hogy le is van füstölve CT, miközben le lehet mondani, hogy itt is 2 embert is leszed! Ő viszont végül nem sikerül ellőni, Fritz végül Voxigot ugye felrobbantani, viszont Voxig még előtte lelőtte szintén Blitzet, szóval egymást tudták kiszedni a játékból, de a rakót meg tudja szerezni a Mongolsz, megy a Plant Senzu próbálja fedezni, kint van a 2 füst, amiről beszéltem, de banánból amúgy érkezik egy játékos, nem más, mint Vicardia, aki vár az időpontra, várja, hogy lejárjon a füstépítkezésnél, hogy ott be lehessen jönni, csak hogy a CT már nincs lefüstölve, és elfogytak a füstök, Senzunak csak egy flash-e van, amit most dob ki egyébként pont banán környékére, jó, ho-ho-ho! Kalix segített Senzunak, és jaj, jó, na jó, ne idegesítsél fel. Na jó. Na jó. Akartam is mondani, hogy amúgy, annak ellenére, hogy 4v2-nek látszódik, nagyon nincs lehetőség az Eternal Fire-nek. Pont azért, mert SMG-ik voltak, és nulla juti.
Se kizárni nem tudtak területet, az ellenfélnél meg egy Galilei és egy AK-ból. Az amit csinálsz, Gondri. Semmit. Az égvilágon, hogyha NPC-k vannak. Ez itt így ahogy kell, így ahogy kell tulajdonképpen. Ez annyit, hogy egy gyönyörű lövés volt tőle, és érkezik a lezárás. Szép kör a mongoloktól. Most fog viszont amúgy érkezni... Hát az Echo... De itt igen, itt akartam mondani, hogy MP9-es fregek miatt itt lehet minimális upgrade, ami igazából csak Kalixnél érkezett meg. De ez egy Kevó, bőven volt idő, Vikád ír meg egy fotót szeretne lőni, ez egy kicsit elsieti. Haló? Utána meg szegény ott feladta. Haló? Szegény. Na jó. Persze, ez lenne az, hogy klippelnék, hogyha haverokkal játszanánk. Szegény feladta, előkapta a kést, na jó van, lőjetek le. Igen, most már mindegy. Még viszont megvan az entry, ugyebár. Innen most már van egy kis lyuk a védelemben. Ez egyébként egy ásznek. Gyakorlatilag a mongoszbére úgy sétálhatna be, hogy nem szégyellik, senki nem védi. És mivel elég ritékelhetetlen felé kis pisztolyokkal, ez egy elég laza körnek ilyen legyen a mongolsznak. Senki nincs itt, bármelyik doboz mögé benézhetnek. Gyakorlatilag nincs mit nézeljenek. Se kettő, se három. Hát egy molót azért rádobtak oda, hogy hát ha valaki esetleg beült. De nincs senki dártnál se. És igen, rá is jöttek, hogy ez bizony clear. Ez a klasszikus CT, hogy besztekelünk egy oldalra és oda jönnek, az tök jó, ha nem, hát jó van. De ne fejezz, hogy gyakorlatilag ez történt most. Dalálni lehet jönni. Meg Blitztől. Na, ott egyébként lesz potolva. Itt a megteres játékos még be lehet küldeni azért előre, hogy hátra tud farmolni egy kis pénzt. Na, hát ott nem kedvezett a timing, Blitz pedig visszajön inkább. Feleslegesen azért őt sem szerettem meghalni, de én azt gondolom, hogy simán megtehetné, hogy bemegy. És hát, ha megtenne, összejön még egy-két frag vásárolni, amúgy is tudna a következő körben. Hát nem, amúgy jó az a 3009, hogyha én megtartja. Nyilván ott meg túl 19 HP-val. De nem volt rossz. Nem volt rossz összességében. Megvan a 3-0-es kezdés, tehát a mongoznál. Ezt kellene valahogy tovább görgetni. Ez itt el ne fejönném, viszont hogy láttam a pénzekből. Bocsánat. Ez szegény, amint elkapta onnan a figyelmét, akkor megérkezett az erkény. És igen, azt akartam kiemelni, hogy Voxiknál valószínűleg amúgy lesz AWP, mert ő tett félre azért, hogy elég pénzt. Ez jelenti el a mérleg nyelvét. A Voxik ugye gyakorlatilag a teljes árakot tudja védeni a VP-vel, viszont megint van egyébként a támadás, itt az első molóbanámba. A UTV pillanat felé. Ezt szánzó szépen lehetett vakítani, de nem sikerült rá kipikkelni ennyi időben. Nézd, hogy látja, hogy ott van, és meg is tudja lőni végül. Elég picsoda rántás volt amúgy. Nézd, meg volt az előnye. Na, és így most megint az van, hogy 2-2 a védelem. Most, hogy a B-k eldobálták a jutikat, akkor átmenek inkább A-ra. Ahol egyébként Voxiknak még van egy flash-e, és akkor Kalixt még tele van minden. Voxik ellő kettőt is! Blitzet és Tektót is elküldte aludni. Majd pedig a harmadikat is! Ninetennek is lesz ellek! És Voxik még egyet lő! Megcsinálja az észt? Kivéve Szenzura, akkor talán. Hát Szenzura meg nem adja meg. Hát ezért veszélyes Voxik a AWP, hogyha megőrült nyilvánvalóan. Eléggé csöndes volt amúgy az első kettő mapon. Ó, Voxik jó irányba tart. Gyerünk Szenzu, add meg neki. Csak nézd bele, csak nézd úgy. Ja? Ja, bocsánat. Oké. Okay. Jó, hát akkor ész nem lesz, de a kör az szerintem még így is azért attól függetlenül győzelemmel kell, hogy záruljon. Kérdés az, hogy tud-e amúgy fegyvert menteni. Kalix nem megy el vadászni. Meg lesz itt, tehát probléma nélkül. Az első kör az Itálnál Fire-nek, illetve Szenzónak egy AK kimentés. Tudnak még vásárolni majd a kövi körben, úgyhogy nem lesz ebből feltétlen probléma. Neki legyen 4000 körüli összegek. De... jó, talán nem. Fog Galil oda esni. Hát ezt Voxik egyedül elintézte, pedig fontos akartam mondani, hogy itt ez veszélyes, mert egy játékos itt ugye már eltiming volt. Visszafordulásból ránéz Blitzre, utána meg onnantól kezdve már csak a Reed gyönyörű volt, flashre a peak, észrevette MZ-nyót, itt meg már neki volt lehetősége.
Aztán a Szenzó elég keményen leültető. A Szenzó most nagyon keményen játszik. Hát így mind a három mapom, igen. Még az előző nem is ment annyira jól, ugye bár a Mongoztak Szenzó az előtt szállítani, hogy legerős ilyen játékosként. 7-0, ezt is öltek még meg. Miközben érkezik a támadás. Meg lehet próbálni apartmanon keresztül, és ha jól látom, pontosan ez a terve most a Mongolsznak, hogy gyorsan rárassolnak az apartmanra. Hát ha áll valaki, ugye bár RK-em. Hogy esetleg speedben. Nagyon gyorsan, ezt nagyon jól tartják. LX2-t előtt amúgy, ez az ettől egyet visszalő, hiszen szintén meghal. Boxon is befejezi, 9-ten még oldalba kapja Vicardiát, ettől függetlenül 3-2-be. A rakó sincs még meg, ugyanis még ott ácsorog bent Voxik a VP-vel, és egyedül kéne visszatartani a 9-10-nek a két érkező játékos. Szóval ezt sem sikerül már előni, egyedül marad Blitz. De bombája van. HP-ja mondjuk nincs. Tegyük hozzá, innen B-re még átsétálhat, hogyha talán tud egyet plantelni, de ennyi HP-n szemben a B-t védők Santaresszel, aki amúgy lassan érkezik egy CT-ről. Hallja most már a futót. Azt hallott. Hát itt meg kellett próbálni. Hát ha nincsenek itt, lerakja a bombát, és akkor lett volna lehetőség. Szerintem ez volt a legjobb play, amit megtehetett. Ő kérés nem lesz. Hát itt nem voltam úgy rossz az ötlet, csak kellett szörnyen közelre egy flash. Mert Kalix valamennyire vak volt, de eléggé gyors. Nem volt már az a hatás, hogy közelre kellett volna egy flash. Vicardi a HS angle-on a spraybe nyúlt bele, az egy kicsit számomra érdekes volt, azt le lehetett büntetni. Itt 9-10 által, de utána a splitet már nem tudták véghez vinni. Mert kiesett instant három játékos egyért cserébe. Tenzo kapott egy AK-t. És... azon kívül meg Dezi, Tech9, meg egy pár flash. Hát itt konkrétan akkor mennek beételni valószínűleg Sansonnak, hát tud egy-kettőt fejelni. Igen, hát ez bőlem nagy finom, vagy talán szereznek fegyvert, még arra is van esély, ugye? Ebből neki fel eljutik banánba, kitolták egy CT egészen rendesen. Ez a boxik, úristen ez a csávó, még szép reg volt. Lehet lőni, ugye? Vicardia közben az ugye kezdeni, sőt! Nantar és Szenzó is fregel egyet, Kalix tudja visszaadni Technónak. Még egy nagyon jó pozíció lett. Kalix! Azt a mindenit! Kivégzi az egész tímet, majd egy néderről átsorog és felrobban. Na lássuk 9-10 azzal a VP-vel. Plant az véletlenül megvan. Ez a Major, mintha nem számítana a háta mögött, nem is számít rá. Igen. Szép volt. Tényleg fel, remekül találja meg a spotokat. Letolták B-t amúgy ketten is, már gyors sorotára érkeztek rövidről. Szép volt amúgy ténylegesen tőlük. Egy Kalixnak kellett mentenie a kört. Hogyha neki nem lesz a dupla, akkor könnyedén lehetett volna ebbe a probléma, mert akkor le lehetett volna ugye tartani a rövidet, és nányten lehet, hogy be se kellett volna, hogy zárja a rakóra. Hát, hiába maradok csöndbe, akkor se fogok egy szót se érteni belőle a smoke-on, meg talán a flash-en kívül. Boxiknál AVP, ugye 9-10-nél sajnos nem lesz ott. Most amúgy nincs rossz géme, neki sem. Lehet, hogy egy AVP az könnyíteni a helyzetét, de tényleg ott oldalon tartunk. Nem feltétlenül szabad mindig itt releváns lenni. Van egy, ezt a boostot, ezt nagyon sokszor csinálták tegnap Szenzuék, ezt Zaibu előszeretettel kapcsolta le. Úgyhogy valószínűleg erre azért az Iterafelnek is készülnie kellett. Itt a módás alapján, ugye? Számítottak rá mindenképpen. Na, szerintem már bent van a buliban, el tudja nőni még egy szép kezdéssel. Viszont a háta mögé nem fog benézni, nem fog benézni a kárgyára, de ott a ló, Technó lelövi. Sőt, még Santaresz is be tudja fejezni, és már is nézi a CT-t. Hát az AV-dők nem fognak átrohanni ide, mert nem, teljesen felesleges, nincs értelme, hozzuk ki a fegyót. Nem volt rossz az ötlet, így setup szempontjából. Csak, igen, ilyenkor szoktam rage-elni, hogyha lőttek egyet már onnan. Az elsőben nem nézve, akkor a második az vajon miért teszi ezt meg. Hát Techno egyszerűen számított erre. Gyönyörű volt végig a clear-je. Egyes mögött meg... hát HS angle-en bújt az első játékos, Techno rávájdolt és egyszerűen csak lelőttem. Szép kör volt amúgy a Mongoztól. Ezt erőből úgy, ahogy kell, bevitték. Jó volt a UT használat, és a Mongoz amúgy ezt erőltette nagyon tegnap a Vitality ellen. Hogy gyorsan, agresszívan foglaltak B-t, és utána, mivel nem nagyon történt semmi reakció a Vitality-től, ezért elkezdtek utána így szépen sorozatban a map többi felére kékelgetni. Onnan jött egy borda, utána ház, az AVP-t el is veszik, sőt, szerintem megy is, és kimenti magának. Szóval, hogy egy kicsit most ne kuncolj, tudom, hogy nem önnek. Én meg se szólaltam.
Én csak azt akartam mondani, hogy még pénzük is van. Ja? Akkor ebbe igaz. Ebbe igaz. Még pénzük is van, igen. Hát itt, jaj. Hát ez amúgy... Szegény Vikária. De kamba az egésznek olyan. Jó rét volt Technóta. Hát ez nem lesz egy teljes kör, ahogy nézem. Sőt, itt, hogy elveszítették az ugye majdnem kihozott fegyvereket, azért elég sokat veszített az Eternal Fire-ezem. Kevés a utility is összességében. Ez nehéz kör lesz nekik mindenképp. Még a Mongols viszont tele van. Ők építkezhetnek most már szép bankokat. Jó, de sejtelmes ez zene mindig ilyenkor, amikor így érzed, hogy kezd az ellenféle kicsit megszaladni, és kezdve, hogy ez a jó kis szünet zene. Na, szóval a lényeg az, hogy fegyveret érni az itten a fejön, annyira nem áll jól. Egy AVP van, az elég volt már egyszer egy őrgyőzelem, az... Hát akkor miért csak annyi vagy boxidnak vesznek egyet és kész. Ja? Ja tényleg. Más nem is kell. Adják el ezt az M4-et. Persze. Sürgősen. Na, szokásos gyors banánték. Jön hát a boost. És akkor ezek után meg majd lehet visszatékelni a map többi területére. A flash után megpróbálkoznak itt szenzorik egy nyitóval. Ezt fotolták amúgy mind a kettő játékost. Egy CT, egy pedig valahol rakón az AVP-vel. Az AVP azért az egy olyan fegyver, ahol több engelni kell vagy. 3-as, 6-os tipikusan. Akár még pillán mögött is. Vagy szögőkút ugye ott egy balról-jobbra tudsz játszogatni. Lehet, hogy amúgy nem fog most visszatékelni egyszerűen a mongol, hanem ki akarják űzni a jutikkal a védőket, és így fognak majd bepapolni. Boxinak egyelőre lehetősége nincsen. Viszont meg tudja nyitni ennek ellenére a kör. Lehet menni tovább. Négyen átolja a füzet, viszont lekapcsolják őt. Nem pedig trénelni tudott a saját AVP-vel. Szandárás ismételten csak egyet tud elhúzni. A füstön keresztül azonnal jön a válasz. Nem zinyom meg kifejelte. Mikor fejelte ki Vikádiát? Hát ez megvan. Ezt már Kalix ezzel a fegyverrel nem is szörvisz tudja szeretni a pisztolyjal, sok esélye nincsen. Jó, a Mongolsz nagyon magabiztos BX-ét vitt véghez. Igazából egyesével tűntek el az itten a fejjel játékosok. Ugye ketten pusolták át a füstöt, ha jól láttam. Szantereztek amúgy volt is egy angle-je, amikor egy double-t leosztott volna, de csak egyet tudott lelőni, mert ugye senki nem gondolta, hogy még valaki átpusolja a füstöt. Tenzu, Kalix-e számít itt. Számít itt Kalix-ra, és Kalix nyer! Ebből lesz fegyver. Több nem. Terrorists win. 5-3. Éppen lassan haladunk azért itt egy Mongolsz favorizált T oldal fel. A második időkérését is elhasználják. Eternal Fire-ösök. Ez érdekes. Igen. A kérdés az, hogy ezt meddig tudnak elmenni. Ja, hogy itt fejelte ki Mzinyó Vikádiát, jó. Elmúlt a füst, jól láttam pont. Igen. Elmúlt a CT füst, Vikádia kiszökkent. Mzinyó meg azt mondta, hogy na, akkor légy szíves szökkenj vissza. Echo ugye, kimentett alkám mellé. 6-3 is lehet a Mongolznál, azzal meg már be lesz biztosítva a fél ideig döntetlen. Én azért még azt gondolom, hogy az nem lesz elég. Ilyen 7-5-8-4-gyel kellene operálnia a mongoloknak. Az nagyon jó lenne nekik. És ez kivitelezhető teljesen. Azért persze. A fegyverzetük elég jó. Hát most nézd, hát a veszítenek is lesz egy teljes körük még. Ezért nőves loss bónusz. Fogjuk rá azért. Hát, szerintem... Nem. Ja. Szerintem is 9-ten amúgy lesz egy... Hero alkát esetleg, vagy Hero VP-t, többiek meg fail by. Igen. Viszont egyelőre nem állnak úgy, hogy veszítenek, tehát ebből a körben ezzel elég kevés. Ja, igen, nyilván. Kalix ezzel a Hero alkában még megoldhatja a dolgokat, de ez a legjobb esélyük, ugye? És nézzük, hogy Kalix? Jól látom, akkor az árakóra van eldugva, sőt, inkább bordába. Valaki már tudjon egy early fraget összerállítani, és az megvan a koronnal lehet menni. Ezt viszont észlelték, és már rohan át a túloldalra Blitz. Mondta, hogy jó, az alkás játékos ott van egyébként án, akkor mi miért támadjunk át, amikor bénunk is hárman vagyunk, megint banánból érkezik a támadás. Viszont már jönnek a többiek, hogy az idő. Ha a voxikig átérnek, a
akkor abból még lehetnek problémák, hiszen Kalix megérkezik az AK-val, és egyelőre úgy tűnik, hogy a füst megakadályozhatja őket, de még nincsenek bent a rakon, és ezt sem tudják. Vikázia esik össze. Két oldalra kell fordulni a Technónak, aki még lövöldözik is a füstbe, ám aztán végül Senzu is el tudja lőni, és Major is meghalt, de elvesztette a fegyvét az Eternal Fires. Sőt, Santeres maradt egyedül, szegény kell bennül, építkező átutatni valami, hát nem lett. Igen, ezt a kört hozni kellett a Mongolsznak. Kötelezően, így van. Nem is láttam nagyon bele amúgy veszélyfaktort egyáltalán. Nem. Most oké, hogy Kalix lőtt egyet az alkával, mert elmúlt a CT füst, de visszatrédelték egy másodperc töredéke alatt. Hát... Rehab, kezd azért ez nehezedni az Eternal Fire-nek. Bár ez igen. Még 6-3 az még olyan, hogy okés. A set az nem jó annyira. Kevés a fegyó? Aha. De az a baj, hogy a CT-ben meg nem engedheted meg, hogy a juték nélkül játszod le a kört. Persze. Tehát annyira kell a sok gránát, hogy tudja végletekig delay-elni. Nem tud ezzel mit csinálni. Míg hát a Mongo az meg elég kényelmesen ki tud dobálni, hogy legyen... igazából kocsi kontroll, amit vissza akar szerezni. Eternal Fire. Kérdés az, hogy erre mondjuk kisétálnak-e. Tehát akkor technik tudnák őket büntetni. De még így is nagyon B-heavy-nek tűnik ez az akció. Na, úgy tűnik, hogy nem. Még nem támad ki senki. Eternal Fire ugye beült a rakóra, ahogy eddig kb. Mindig. Érdekes, hogy még mindig csak két B-védő van, az képest, hogy mindig B-heavy amúgy. De jó, akár, sőt, Center ezt remekül lövik ki a csapatunkkal, és segített bőlem. Jaj! Nincs oda! Haló! Majornek ez nem jött össze valami jól. És ez a kör tudott. Eternal Fire-nél már nincs üték lehetőségben. Egyáltalán nincs. Viszont így, hogy kijön három fegyver, így ez még jó is. Azt sem állom, hogy amúgy amennyire jó mapja az Eternal Fire-nek ez az Inferno, semmit nem csinálnak amúgy rajta. Tehát a Mongolz agresszívan támad B-re, banánba, ezt tudniuk kellett, mert ugyanígy játszottak a Vitality ellen. Nem kezdenek három emberrel, hogy ezt megfogják. Igen. Nem dobálnak deep CT füstöt, hogy legalább valamilyen szinten lassítva, nem büszkét egy deep banán füstöt CT-ről, hogy legalább valamilyen szinten lassítva legyen. A Korda kontrolljuk van, de hogy nincs letolva ház, Emzinyon megérkezik, simán egy két reggel, Vikádia. Jó, Blitz besegített neki egy kicsit, de még így is megéri a mongolokra, mert nem lesz mentett fegyver, ők meg újra tudnak vásárolni. Engem nagyon az zavar, hogy semmit nem csinál az Eternal Fire. Beülnek a rakóra és várják a jó szerencsét. Ez tök jó, hogy működött már háromszor, abból kétszer a gyengébb fegyvert ellen. Hogy ezt most nem engedhet a gyakorlatnak. Ez jó, meg, de... hát ez meg enes. De akkor szerintem is az analó, hogy most 3-3 B-re, mert mindig B-re helyeződik. Legalább a 3 B kezdés. Tehát dobjanak le egy deep banán füstöt és hárman kezdjenek azonnal nédekkel, mert látják azt, hogy rohannak föl az Eternal, a mongolzosok. Ráadásul tudják, hogy náluk, tehát tudniuk kell, hogy létezik az a farakás boost ide a hordókra. Tessék, amit négy. Folyamatosan csináltak. Most hát, négyen ülnek. Ja, most négy, de most meg jól olvassák a mongolok is. Azonnal végig kell vinni az akciót, és egy frag megvan. Eltepül még akár, csak egy az egyért trédelgetnek, és nézd meg a bomba Blitznél. Jaj, Blitz, Istenem. Ez nagyon rossz helyen halt meg. Innentől kezdve viszont a mongolosnak van rossz pillanata, ugyanis Santeres lően még MZ8, Senzu is meghal. Hát Ninetel ezzel a BP-vel azért sok sikert neked, barát. 500 pénze van. Abból még úgyis lesz finomság, hogyha most mindenki meghal. Hát Istenem, Blitz. Mert Blitznek olyan néha hülye dolgai vannak, ezt mondtam már az adás elején, és ezt tegnap is láttam. Ez a pár kör ezelőtt is, amikor volt Kalixnál egy kimentett alkább, Blitz az nem plantolni ment, hanem neki állt fájtolni cél. Nem értem, itt minek kellett visszanézni, négy embert látott, hogy tolják. Hát a bombával akkor nem befutunk inkább arra, és majd az AWP sem tart hátba. Ez lett volna akkor normális esetben. Így viszont amúgy 8-4-et még ki lehet hozni, vagy akár a 7-5-öt is. Pedig ebben ezt nagyon nem láttam bele. Akár mondjam az őszintén, a 9-3-a sokkal reálisabb volt. Ninetel nagyon agresszívan menne előre, és rövidet akarná letartani, hosszú ugye ki van füstölve, tehát gyors bordaték most. És banánban most egy kicsivel lassabban fognak majd előrébb vonulni, de hát azok még így perfektek. És valamiért egyáltalán nem rédelik, hogy amúgy az a boost az ott összejöhet. Vikádiára meg Wifel egyet Blitz, meg van a nyitó végül a török oldalra. Nagyon fontos, 8-4-en fordulni ezért húzósabb, mint 7-5-öm. Ettől függetlenül, nem, de nem boxzik, ezt most már tengeri.
Foxynak nagyon jó lövései voltak, de most ezúttal nem sikerült elrendezni ellenfelét. Tehát 4v4, ezúttal újra. És visszament a bombáért, hivatom Techno. És fordulnak B-re, viszont Vicariába bele lehet futni amúgy. Nagyon-nagyon jó pozícióban várja őket bordán. Ahol akár is rendezheti. Viszont még mindig van füstölve, ugyebár a bejárat, tehát nem olyan könnyű ott átmenni. Jobbra pedig nem támadnak, hiszen azt így levédik Alix. Ha esetleg át akarnának menni és onnan bevenni az árakóra. Csak hogy mindenki átrotált 4v3 pont azt az oldalt, ahol viszont sok ütemember védő. Vicaria amúgy összeesik. Így már 2v4. Viszont még mindig Santeres tartja a B oldalt, ugyanis már többször is bételtek így, hogy bementek valahova, és utána pedig visszafutottak a másik oldalra. Santeres már elindult, de még mindig inkább védekező pozíciót vesz fel, hogy a többiek is még meg kell egy szépet lőnie, viszont őt lövi a Techno, és Kalixnak lehet itt még válaszolni, végül ezt elintézi. Santeres jön hátba, viszont azzal, hogy bebukott Kalix már bajban, Senzu pedig az ugrálók Santeres fejezi be. 8-4. Egy jó fél idő amúgy a Mongolz részéről, én csak sajnálom, hogy lehetett volna egy 9-3, hogyha Blista már belott a bombával a fightba. Teljesen mindegy, meglátjuk mit tartogat a második fél, az idén a fejelnek is legalább ennyire jól kellene támadni, és még a támadó orientáltabb map, és kíván belőtt összeért a comeback. Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on. Itt is vagyunk tehát akkor az utolsó fél időben, legalábbis ezen a mérkőzésen mindenféleképpen, ahol azért eléggé hozni a kérdezetlen Fire-nek most már valami nagyot, mert eléggé ötlettelennek tűnik a játék, de támadó oldalról még minden lehetőségük itt van, viszont a Mongolz most elkapta a formát, az biztos. És akkor lássuk egy jó Inferno befejezést.
15-5 be amúgy Senzu. Semmi komoly. Ja, akkor jó. Akkor jó. Egyébként, hogyha néztétek itt a párhuzamos mérkőzést, akkor már megvan az ellenfele majd ennek a meccsnek a győztesének, ami nem lesz más, mint a Virtus Pro, le-2-0-ázta végül az Astralist. Számomra is fura egy kicsit kimondani, tehát az Astralist line-upot azt még mindig felejtsük el, hiába jött oda két ilyen. Nem muzsikál valami jól, Techno. Kétház füstöt készíti majd. És lesz még egy füst, lesz egy moló, az CT füst, épít füst. Lesz belőle kettes, egyes kettes moló szerintem. Igen, és a Technónak majd így kell valahogy megoldani a védelmezést, be fog állni a füst elé, ezt volt csinálni amúgy, mert egy dual berettája van, de nem igazán tudnak átjönni, na majd akkor most megvan egy Fredrikádi, erre tud válaszolni. Senzu! Senzu! Te jó Isten! Hogy nevet? Hát ez az ember egy őrült, tehát három golyóból lett három fej. Jézus atya úristen. Hát ő ma nyerni jött ide. Azt a mindenit. 10-3-ba volt a labból? 2, 1. Ja jó van akkor, bocs, 4 golyó volt. 4-et lő. Aha. Jézusom. Kijönnek a füstből, ezt lyukasok a fejek azonnal. Egyik a... Egy kicsit olyan Deadpool-os volt amúgy. De tényleg. Igen, a második részek a legeleje, igen. Igen. Azt a mindenit. Hát az 10-4 valószínűleg. Leg, hogy ekózik az ITL-nál Fire. Na akkor most sem baj. Hát most az biztos. Annan is lehet comeback-elni amúgy. De azt a fegyvereskört azt nem szabad elbukni. Tehát az jelenti a meccs végét. Pontosan. Bár ugye már láttunk egy olyat ezen a szériában, hogy valaki Echo-ból forgatott. Hát Vicardia az most nem jól kezdte ezt a dolgot. És MZ-nyomon lerendezte. Egészen gyorsan. Bordánnál lehet egy kontakt amúgy. Ugyanis egészen hamar érkeznek kifelé, viszont ne lehetett túrni, hogy Szenterezbe, de nullában van már. Még az M4-ek itt putyogtatunk, és hát hogyha 9-10 tud valamit találni magának, még ezen blitzék már oldalról érkeznek. És inkább azt mondják, hogy jó van, akkor... Erkélyen keresztül leérkezni, MZ-nyó ugyanazt megcsinálja gyakorlatilag, mint az előbb. Na, egyen lehet, hogy csak kettőt fregel, és utána van egy rakó, vagy van egy arrakó. Itt az A4 az nagyon-nagyon fontos volt. Itt a 30 golyó, vagy jó, 26 volt benne, de hát a független értjük, hogy ről beszélek. Na 10-4. Na most van kulcsköre a mongolznak amúgy. Tehát ők is most úgy fognak ehhez hozzáállni, hogy fiúk, nyerjük ezt a kört, akkor valószínűleg a meccset is. Tehát nekik úgy kell ehhez hozzáállni. Litán a fejének meg az ellenkezője. Fiúk, ha nem nyerjük ezt a kört, akkor pakolhatunk. Szóval kérek nagyobb stressz, mi? Na igen. Mennek a nétek, ott esetleg rámpáról bejöhessenek. Ott átcsarodnak ugye a füst túloldalán, viszont most veszik fel még csak a bombát. Major még nem viszik ki magával végül, helyetténkkel próbálnak is területet szerezni banán környékén. Ami egyébként meg is van, ugyanis gyakorlatilag a mongol ezt beadta. Sokkal inkább hátrébb, így a poolnál próbálnak védekezni, és amúgy CT oldalról még szenzorot ugrándozik is kicsit. Hol megy a füstteknótól? Áh, maga, bocsánat, szép a beégetés, miközben MZ-nyót rólt egy... ...éröktem a legelején, ez pedig hatalmas baj lehet, Santaresre kimennek, Santaresre Techno majd védje, és Techno nyer! Egyre nagyobb bajban az Eternal Fire, ezt 3v5-ben kéne megjátszani, viszont ki is vannak szorulva a rakókról teljes mértékben. Nem nagyon értettem, tehát ott pontosan tudja a Santeres is, hogy az egyetlen pokol elbújhat, és miután már egyszer, tehát píke, tehát visszaszorított neki egy flash-sel, akkor utána eléggé valószínű, hogy oda fognak csak tartani, mert máshol nem nézhet ki ember. Igen, ezt egy kicsit elrontotta, de amúgy így azt lehet mondani, hogy amúgy így kollektíven az Itána fejének nem is megy ez az Inferno. Erről azért sokat nem beszéltünk, tehát oké, hogy van ott egy 25-ös Senzu, akinek majd nyilván olyan szinten kiemelkednek a számai, hogy a szánk tárfa marad, de ott 4-12, 1-12, 5-10, meg 9-12, és abban a 9-12-ben benne van a múlva 4K, amit tudott lőni az AWP-vel. A búszra nem fognak számítani, mert úgy 3 PD-dő van. Jó, akkor mégis számítanak, viszont nagyon kevés idő van. Egyszerűen le kell tenni a bombát valahogy, Senzu. Hasonló aktiválódni, viszont nincs benne ki a frag! Nem mondod! Senzu, hát jó. Lehet, hogy 26, de ez most nem volt a legbüszkébb pillanat. Még így is hozható. Tényleg, hogy tudják egy játékosról, hogy lovos. Igen. Van egy füst, rá a bombára. Nincs kit viszont.
ez egy 10 szekes diffuse lesz. Valószínűleg ez így jó. Jön az utolsóra, Vicardia kitúrja két hátrálapustön keresztül. Nem zsinyal, viszont ott, ott lehet rámenni. Megtalálja, megtalálja, nem találja meg! Atya úristen. És még a szuri sincs meg. Vicardiára meg MP9 lesz kihozva, és nem is egy AK. Jaj. Micsoda próbálkozás volt pedig. De ez itt káosz. Ez rosszabb, mint hogyha egyszerűen csak elbukták volna a kört. Az, hogy ez gyorsan leolvasta Vicardia, hogy felpusztolták a dobozt a tér, ez egy zseniális pillanat volt. És itt volt egy nagyon kellemetlen szituáció, ez nem tudta lelőni. De utána végül azért két HP-t letesz, és itt mindent lő, csak pont MZ-nyót, nem? Aztán pedig még ki is jön mindenki onnan. Ez elég kellemetlen lesz, hogyha így esnek ki amúgy. És hát beszéltük, hogy azért ez egy nagyon fontos kör volt. A Mongols viszont felvette az erőforrásaikat, és a szünet alatt is ők is valószínűleg jó pár dolgot átbeszélnek. Innentől az Eternal Firestack szinte hibátlan játékra van szükség, hogyha nem akarják gyorsan itt hagyni ezt a Riót. Relatív gyorsan, de nem akarnak kiesni a Mongolzzal szemben. 11-4. 41 tekintként. Hát nem mondom, hogy tragikus az Eternal Fire, de annyira nem is állnak jól. Megint ketten védik B-t amúgy. Bár mondjuk már ez egy másik oldal. AWP van most. Mentem. Gyönyörű, az AWP-vel ki lehetett kontaktolni, az Eternal Fire nem nagyon kezdett semmit ezzel a banán kontrollal, úgyhogy valamit meg lehetett próbálni. CT oldalon is jól is működött. Nem érkezik erre válasz, itt egyedül majd a boilerre kell figyelni. MZ-nyó tartja ugye házat, de hát itt nem is tudnak bemenni nagyon röviden. Tehát hogy a Vicardia meg is próbálkozna vele, itt van azért Senzu. Viszont most három fős amúgy a B-védelem. De lehet, hogy csak Jutit vitte át Blitz-e. Nem, kidobott egy molót, azt jön vissza. Jó, ez is teljesen vállalható, idő ugyanis erre még lesz. Moxikék most kezdenek majd ezek jutolni ára. Mi most már három fővel fognak operálni. Egyszerűen itt az AV-dők, Blissé még mindig van füst. Ja. Jézusom, nem zinja. Erzió rendet rakott megint. Azt a mindenit. Azt is lelövi. Kimaradt. Moxik. Áll a bomba, rohanát a füstön egyébként. 9-10, aki oldalba kaphatja a VP-vel. Viszont végül elkerülik egymást egyelőre. Nagyon közel. Nem zinyó bentről a rakon, védekezik, hát ha be hozzá, és végül 9-10 oldalba lövi. Map ponton, illetve match ponton van. A Mongoose. Hát nem találok szavakat, ez megint már egy nice chat, ugye? És... Insta fej minden, hogy megfordul, és még arra is. De hogy mindig valami másik csávó emelkedik ki egyébként a Mongozban, ez nagyon kemény. Igen, nagyon kemény. Most nagyon jó formában vannak. És remélem, hogy a Virtus Pro-n is megtartják amúgy ezt, mert szeretném őket végre arénában látni. És nem egy Virtus Pro-t. Már semmi hét feléjük, de tudom, hogy nem szívlelik nagyon sokan a chatről sem. De ez a Mongoz, ez egyedül egy event győzelemmel rendelkezik, ami egy kis event volt. De nincs még arénás szereplésük. Tehát a Pro League playoffot ugye elérték, de az nem arénában van. És ráadásul ők még azon a napon játszottak, amikor nem volt közönség sem. Én nagyon szeretném őket látni közönség előtt teljesíteni. Mert ez a Mongols, ez bitang jó line-up amúgy, és nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ennyire jó eredményeik legyenek, de még nem jött össze még mindig a rájátszásos szereplés nagy közönség előtt. És nagyon szeretném őket végre úgy ott látni. Hát figyelj, ennek a nulladik lépés az, hogy egy kört el kell hozni az Eternal-t. Szentel eszentőzik, aztán MZ-nyok vissza. Blitz is eldönt, az egyébként. Jézusom. Vicardia is hal. Ez egyre rosszabb. Jézusom. Miközben Voxiknek is vége, és MZ-nyó! Befejezi az Eternal Fire-nek a pályafutását itt Rio-ban. A Mongoose azért iskolázott rendesen. Csak a saját papjukat nem tudják megnyerni, úgy tűnik. Nagyon kemény. Ilyenkor jött a gondolat, hogy miért nem pikkelték ezt az Infernot, hogy legyen 2-0, azt mehetnek is azonnal pihenni. Ja, mert most minden viccet félretéve. Nagyon keményen játszott a Mongols. De két olyan stompot vertek rá most az Eternal Fire-re, ahol nagyon nem mennek nekik egyszerűen a játék. De
tartom magam, egyszerűen az Italian Fire nem volt formában, a Mongolsnál pedig most nagyon jól játszottak, tehát nem is kellett Ninth ennek a nagy egyéni performance egyszerűen. Tehát itt nem Zinyó aratott nagyon nagyot az utolsó pár körben. JL meg mosolyogja itt a játékosokat, ők is készülnek ugye? Igen. A Fury elleni mérkőzésükre, ami a következő lesz. Szóval, hogy itt Senzu aratott nagyon nagyot, illetve MZ-nyő itt a legvégén, tehát ez gyönyör, ledodzsolja a flash, az kiugrót insta fejlé, rá akar nézni rövidre, de előtte még kifejeli boxikot, és akkor 4K-val ő is beszúrja azért a 19-et ide a legvégén. Elképesztő. És az Eternal Fire-től búcsúzunk az IM Rio-ból, legalábbis itt a 2024-es szakaszban mindenképpen. Amit fura látni, meg kell mondjam az őszintét, mert többet vártam tőlük egyértelműen, de ez a tipikusan egyik szemem sír másik nevet, mert szomorú vagyok, mert az Eternal Fire-t nem láthatjuk újra nagy közönség előtt, mert ők is nagyon rég jártak már ott, de a Mongoz egy lépéssel ismételten közelebb, és azért a Virtus Pro, oké, jól játszottak ma az Osiris ellen, bár amennyire itt az eredmények alapján tudunk satszolni, de nem verhetetlenek, és nem. Nagyon-nagyon, tehát vége lesz ennek az adásnak, és nagyon-nagyon szurkolni fogok nekik, hogy kiussanak végre. Igen, az Eternal Fire azután, hogy elverte a G2-t, mindenki azt hitt, hogy a Mongolzon véletlenül átjutnak majd, valóban. És akkor esetleg a következő körökben buknak be, akár a Virtus Pro ellen, ugye? De nem. A Mongolz idejött, és azt mondta, sőt, még mi is arra számítottunk, hogy hát itt a 2-0 is benne van, hogy úgy alakul, de a 2-1-et tippeltük mind a kettő inkább az Eternal Fire-nek. A Mongolz meg azt mondta, hogy na jó van, akkor figyelj. Preparáltak elég rendesen az Anubisra, illetve az Infernóra is, és azt is éreztem amúgy, hogy az Eternal Fire meg nem volt ötlet. Hmm. Már nem volt így egy összeforrott, stabil játék, mint amit az egész Pro League alatt meg tudtak mutatni, és ez talán amúgy főleg ezen az Inferno első fél idő jött ki, ahol tényleg nagyon nem csináltak semmit. Anubisra nem nagyon akarok visszacsatolni, ott nagyon sok minden szóba jöhet, tehát az ilyen az első meccsek azok mindig olyanok, hogy lehet, hogy csak bemelegítő meccs, hideg ki, ez bármi az égvilágon, de ott is a Mongoz nagyon jól játszott, tehát brutális CT oldaluk volt, de ott sem volt annyira ötletes amúgy az első fél idő. Teljesen mindegy, kár ilyenekről beszélni, egy jó mirázson voltak túl amúgy, ami meg a Mongolznak szerintem nem volt annyira erőssége, de így a repertoárban szerintem azért be tudnak újítani, mert hogyha esetleg a Virtus Pro-en el kell gondolkodni, hát ott is jöhet amúgy Inferno, hát nagyon szeretik a Virtus Pro-sok is, ráadásul az Ancient-ot is, úgyhogy a Mongolznak ott egy nehéz mappúja lesz amúgy a VP ellen, 100%-ig biztos vagyok benne, de oda kell tenniük magukat, és legalább ugyanígy játszani, mint ahogy most tették, mert akkor viszont nyerhetők őben. Itt is fog a tabellánk, ugyebár, hogy állunk. Akkor tehát Virtus Pro, illetve Mongolz mérkőzés lesz majd este, mi egy kicsit várunk erre, illetve van egy YTT Heroicunk, ugye, amit már eddig is tudtunk. Az is amúgy jó meccs lehet. Amint, hogy az is lesz, biztos vagyok benne. De ott azért azt gondolom, hogy a Heroic szerintem itt ennél nagyobb meglepetés már nem fog azért nekünk nyújtani, ott a Vitalitiznak szerintem papíron azért nyernie kell. De ez a Virtus Pro Mongo az viszont sajátosan nem lesz itt a mi képernyőnkön látható. Folytatjuk tovább tehát az A csoportnak a felsági döntőjével, amire itt már azonnal rá is tud nekünk váltani pillanatokon belül. Egy Navi kontra Fury mérkőzés lesz most már a következő, ami ugye csak seedingért megy, tehát most jelenleg úgy megy, hogy 6 csapat fog kijutni tehát a rájátszásba, ahol a csoport elsők, azok ugye az elődöntőbe fognak azonnal bejutni. Itt szerintem papíron egy Navi győzelem kellene, hogy jöjjön, akár még 2-0-val is, de a Fury jól játszik most, úgyhogy nem merném azért ennyire biztosra ezt oda mondani, de hogyha nem 2-0, akkor 2-1-re a Navinak kell győzelemeskedni. Utána pedig az esti órákban, hát megyünk egy Mouse kontra Face Clanra, ami viszont ugye azért megy, hogy ki a harmadik a csoportból, aki mondjuk tovább tud jutni a rájátszásba, a vesztestől innen is búcsú. Nagyon fura ezt látni, meg kell mondjam az őszintét, Livius. Tehát itt már az egész alsó ág az A csoportban lesz, mert talán itt a napokban beszéltük, hogy azért itt ez elég nehézre sikeredett, és bárhogy is néztem, itt Mouse, Liquid, Phase, azért ezeket alsó ágon látni egy kör után, vagy két kör után, fura volt számomra, de ez a Rio, ez most tényleg eléggé stacked csoport. Meglátjuk majd, mit tartogat számunkra a következő meg mit tartogatnak számunkra a következő mérkőzések. Nem kell annyira sokat várnatok rá, ugyanis egy 5 és fél perc van már kezdődik a Navi, illetve Fury mérkőzés felvezetője, amire már viszont nem mi leszünk, úgyhogy én mindenki nevében szeretném megköszönni a figyelmet, Livius, neked a közös munkát, Málának a produceri munkát, illetve a Szikinek a moderátori munkát, meg hát szokásosan nektek kedves nézők, hogy itt voltatok és velünk követtétek ezt a mérkőzést.
izgalmas volt, de reméljük, hogy azért a következő kettő mérkőzés még több izgalmat fog nektek tartogatni. Én nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmet. Egy 5 perc múlva jönnek vissza a kollégák a felvezetővel, addig pihenjetek egyet, és utána gyertek vissza hozzánk. További jó meccsnézést kívánunk mindenkinek, sziasztok!